Horvátország bajnokáról van szó, kifejezetten egy nagyon kellemetlen stílusú csapat, hiszen a szláv kézilabda jellege, hogy nagyon-nagyon agresszívek, erőszakosok, az egy-egy elleni játékot nagyon jól játszák. És ne felejtsük el, hogy ez a Podravka, ez a múlt hétvégén Türingenben nyerni tudott, tehát ez plusz még, ami tiszteletet parancsol. Könnyű meccsre egyáltalán nem számítok, viszont arra igen, hogy folytatjuk ezt a sorozatot, és tudunk előrelépni. Természetesen két pontot szeretnék, de ez azt gondolom, ez természetes, és saját magunkra koncentrálunk, figyelünk arra, hogy tudjunk előrelépni. A Békés Csaba ellen már több sérülésből visszatért játékos is pályára lépett, gólt is szerzett, illetve ugye Grimsby már a kapuba is beállt. Mennyire erősödött most ezzel a keret? Mindenképpen erősödünk ebben, hogy többen vagyunk, hiszen a többieknek több pihenőidő marad, és többet lehet cserélni folyamatosan, tehát nagyon-nagyon örülök neki. Annak meg kifejezetten örülök, hogy nem csak beálltak, hanem hozzá is tettek a mérkőzéshez, akár az Affentálására, az akár Ács Bianca vagy a Keller Mandóri, és a kapuban pedig a Kari Grimsből kifejezetten jól védett, és nem szeretném kihagyni a Puhalák Szidóniát, hiszen ő is mösőt vissza. Külön érdeme még a Szidinek, hogy nem csak bal szélen, hanem védekezésbe is, akármelyik poszton oda teszem helytállt, és ez nagyon-nagyon jó érzés, megnyugtató. Mennyire vette fel a csapat már a BR ritmust így egy mérkőzés alatt? Én azt gondolom, kifejezetten így nem kellett fölvennünk semmit, mert a magyar bajnokság annyira erős, hogy ezt hozzászoktunk, meg a felkészülést is úgy állítottuk össze, hogy erős csapatokkal, nemzetközi szintű csapatokkal. Tehát tartjuk ezt a nívót, ezt a szintet, de még egyszer mondom, elsősorban a saját játékunkra és a saját iramunkra koncentrálunk, próbáljuk ugyanezt edzésen is tartani.